Nyissuk meg Isten igéjét a Máté evangéliumához, a 25. részéhez, és az első verstől olvassuk az igéket. Akkor hasonló lesz a mennyek országa 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szűzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz. Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyisd meg az ajtót nékünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy élő személy vagy, és vissza fogsz jönni, és minden szem meglát téged, mi is. És Uram, ez reménységgel tölt el. Uram, kérlek, segíts bennünket, hogy meghalljuk a te hangodat az igéden keresztül, és készen létbe legyünk, és ma is rá tudjunk nézni. Amen. Tessenek helyet foglalni. Milyen jól tudni, testvérek, hinni és bizonyos lenni abban, hogy Jézus vissza fog jönni. Jézus vissza fog jönni. Ma nem erről szólnak a hírek, az újságok a héten, ugye nem erről szóltak, a hangszórók se nem erről szólnak, de tudjuk azt a Szentírásból, és az Úr Jézus megígérte, hogy ő vissza fog jönni, és vele mindannyian fogunk találkozni. Emlékszem, mikor kisiskolás voltam, és vártuk a tanárt a szünet után, hogy érkezzen meg. Egy gyereket odaállítottunk, egy osztálytársunkat az ajtóhoz, hogy lesen, hogy hosszú volt a folyósó, hogy mikor jön a tanár. És akkor ameddig nem láttunk senkit, addig az osztályban, hát mi történt, ki amit akart. Ugye azt tett, és ott játék volt is, de mikor a tanár megjelent, szóltak, és mindenki a helyére ült, és csendben volt. Hogy az jutott eszembe, hogy Jézus nem erre a várakozásra tanít bennünket. Hogy várunk, és élünk úgy, ahogy szeretnénk, aztán amikor úgy látjuk, vagy érzékeljük, hogy Jézus jönne vissza, akkor hirtelen összeszedjük magunkat, hogy abban a pillanatban, amikor Jézus megérkezett, akkor minden szép rendben legyen. Az Úr azt szeretné folyamatosan, az ő jelenlétében, az ő várakozásában legyünk. És testvérek, az van bennem, hogy nem csak azt kell várjuk, hogy az Úr Jézus visszajöjjön, majd a felhőkkel, hanem arra is az van a szívemben, hogy várjuk, hogy az Úr megjelenjen itt az Isten tiszteleti alkalmainkon. Én hiszem, hogy meg fog jelenni majd az utolsó nap, és minden szem meg fogja látni. De milyen jó lenne, testvérek, ha még inkább látnánk ma az Urat, és addig, ameddig visszajön. Ne csak akkor csodáljuk az ő szépségét és dicsőségét, hanem ez rendszeresen ott lenne a mi életünkben. És Úr Jézus, várunk téged, jöjj, munkálkodj, tisztítsál meg, mutasd meg a te dicsőségedet, mutasd meg a te szépségedet. Azt olvassuk az előző részben, és akkor feltűnik az embernek fia jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhői nagy hatalommal
és dicsőséggel. Jézus el fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel, de az Úr azt szeretné, hogy addig is az ő jelenlétében, az ő várakozásában élnénk. És erre bátorít bennünket, hogy várjuk őt. Miért bátorít erre? Nem csak azért, hogy akkor éppen készen legyünk, amikor majd eljön ő, vagy éppen meghalunk, hanem azért bátorít erre, hogy az ő követői legyünk. Ugye közel legyünk folyamatosan hozzá. Azt olvassuk a felolvasott igében, ugye, hogy az Úr Jézus mondja ezt a példázatot, hogy volt 10 szűz, akik fogták a lámpásokat, és kimentek a vőlegény fogadására. Ez a 10 szűz várta a vőlegényt, várakozásban volt. Vártak valamit, vártak valakit. És testvérek, ez egy, az embernek egy természetes belső, mondjam így, magatartása, hogy valamit vár. Hogy itt hangzott az imaórán, és várunk valamit, az emberek várnak. De a hívők elsősorban az Urat kell, hogy várják, hogy ő munkálkodjon, és ő majd megjelenjen. Persze vannak olyanok, akik nem várnak semmit. Ilyenek is vannak, nem várnak senkit, és nem várnak már semmit. Vannak, akik várnak, meg vágyakoznak dolgok után, de ezek mullandó dolgok. Ha meg is kapják azokat, aztán elmúlik, ugye, és újból a szomjúság és az éhség lesz a szívükbe. De milyen jó, hogy mi várhatunk valakit, akivel együtt lehetünk egy örökké valóságon át. És ma is, testvérek, az embereknek nagy többsége vár. Vár valamit. A 18. század végén várták azt, hogy a technológia, ugye, és a technika az fejlődjön. És fejlődött, testvérek? 21. században vagyunk. Várták azt, hogy ne kelljen annyit dolgozni a földeken, ugye, kézi munkával, hanem legyenek gépek, meg robotok, amelyek fognak dolgozni. Sikerült? Hát nagy részben, és ez tovább fog fejlődni. Ez egy másik kérdés, hogy ez jót tette az emberiségnek. Részben igen, igaz? Megkönnyítette a helyzetünket, de látjuk azt, hogy ennek a fejlődésnek, ennek a várakozásnak mennyi negatív hozadéka is lett. Gazdaságilag fellendült, ugye a mi területünk is, itt Románia, Európa, de látjuk azt, hogy a globális felmelegedés is beütött, aztán a föld tartalékai fogynak. Pedig erre várt valamikor az emberiség, hogy könnyebb legyen, hogy legyenek gépek, ugye a megélhetés, az alapszükségletek előteremtése, az könnyebb legyen. Felmerült bennem a kérdés, hogy a mai ember mit vár a jövőtől? Várjuk azt, hogy a technológia fejlődjön jobban. Én úgy gondolom, hogy annyi negatív oldalát kezdtük látni, most már nem ebben reménykedünk, hogy talán könnyebb lesz. Érzékeljük, hogy ezen az úton megyünk tovább, hogy ebből mennyi kárunk származik. És valaki azt mondta, hogy most már nem is azt a kérdést kell feltegyük, hogy mire várunk, hanem mi vár ránk. Mi vár ránk. Most nem tudom, mit várunk, de annyi mindent tettünk a múltba, hogy most már ennek következményei vannak, és valami vár ugye az emberiségre, és sajnos az előrejelzések szerint ugye azt látjuk, hogy nyomorúság, nehézségek várnak. Igaz, hogy volt fejlődés, de látjuk azt, hogy a kényelemmel népbetegségek jelentek meg, testi betegségek. Fejlődtünk, testvérek, erre vártunk, és nagyon jó lett a kommunikáció, de ugyanakkor kontrollálnak bennünket. Tudják azt, hogy hol vagyunk, ugye, és a gépekkel is sokkal kevesebb lett a munkahelyi lehetőség. Úgyhogy vártak az emberek, aztán nem az sült ki teljesen, amire gondoltunk. Nem lett annyival jobb az élet, ugye, a technika fejlődésétől, mint ahogy azt reméltük, és sok káros hatása lett. Na most milyen jó, testvérek, hogy mi nem ebbe kell reménykedjünk. Van egy másfajta várakozás. Mi nem a technikától, nem az orvostudománytól, nem az időtől várjuk igazán a jövőt, hanem, ahogy olvastuk az igében,
Ugye várták a vőlegényt. Testvérek, mi a vőlegénytől várjuk a megoldást. Az Úr Jézus Krisztustól várjuk a jövőt. És tudjuk azt, hogy akkor is, hogyha ez a mai világ, a mai társadalom lejtünk halad lefele, és annyi negatív előrejelzés van, a hívő emberek tudják azt, hogy jól fog végződni az ő életük. Testvérek, hova fogunk mi megérkezni? Meg fogunk érkezni az Úr Jézus Krisztushoz. És hogy fog bevégződni a mi életünk, a gyülekezetnek az élete? Hát mennyegzővel fog bevégződni. Úgyhogy nagyon jó lesz. És most igaz, hogy az út nehéz sokszor. Vannak, ugye az életünkben vannak hullámvölgyek, vannak magaslatok, van öröm, van bánat, van napsütés, ugye van esőzés, de tudják az Úr gyermekei, hogy a mennyországban az Úrhoz fognak megérkezni. És mondta valaki, hogy nem, mi nem csavargói vagyunk ennek az életnek. A csavargók úgy vannak, hogy elindulnak valahonnan, és nem tudják, hova fognak megérkezni. Mi nem csavargók vagyunk, hogy valahol eltengődünk és lengődünk, hanem vándorok vagyunk. A vándorember elindul valahonnan, és van egy célja, tudja, hova fog megérkezni. És testvérek, ez a nagy öröm és reménység számunkra, hogy van egy cél, ugye? És ez a cél biztosítva van az Úr Jézus Krisztus által. Eljön a vőlegény, és találkozunk vele. Azt nem tudjuk, hogy mikor, de azt tudjuk, hogy megjön. Ebben biztosak lehetünk, hogy meg fog jelenni a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Azt olvassuk az ígében, hogy a 10 szűz ugye miközben várakozott, hát hosszúra nyúlt a várakozás, ugye is elszunnyadtak, elaludtak. Elfáradtak a balgák is, ugye, és az okosak is. De nem ez volt a döntő, hanem az, hogy volt-e olajuk a lámpásukba. És mondjam el, testvérek, a mai korban is olyan könnyű elálmosodni lelkileg. Olyan könnyű elszunnyadni. És tudom, hogy keményen hangzik. Mondjam azt, hogy sok hívő, meg gyülekezetekre is jellemző, hogy elszunnyadt a lelkiismeretünk. Elszunnyad a lelkesedésünk. Elszunnyad a vágyakozásunk, elszunnyad az Isten iránti szenvedélyes szeretetünk. Elszunnyad az embernek a hite, a reménysége, sötétség van. Ilyen időket élünk. És az Úr arra hív bennünket a várakozás időszakába, hogy legyünk éberek, hogy figyeljünk arra, ami igazán fontos. Sokszor annyira bele vagyunk merülve a földi dolgokba, ugye a mindennapinak a megteremtésében, hogy a lelki dolgok háttérbe kerülnek. Ez így volt az özönvíz alkalmával is, az özönvíz előtt is. Azt olvassuk az ígében, az emberek ugye házasodtak, ettek, ittak, de nem foglalkoztak az igazán lényegessel. Elaludtak lelkileg. És testvérek, mi tudjuk azt, hogy az Úr Jézus visszajön, ez biztos. Kérdezem azt, hogy nem esztelenség figyelmen kívül hagyni azt, ami biztosan meg fog történni. Tudjuk, hogy biztosan visszajön az Úr. És sokszor olyan könnyen megfeledkezünk erről, ugye is nem eszerint élünk. De majd eljön az idő, mikor Jézus megjelenik, és leszek emberek, hogy akkor fognak kapkodni, hirtelen. Mit tegyünk? Itt van Jézus. Lehet, hogy van, aki ugye, a volán mögül ugrik ki, van, aki az autó alól, van, aki a munkahelyéről. Szerettem volna megtérni, szerettem volna én is az Urat követni. Olyan jó lett volna több időt fektetni az Úr szolgálatába, készülni az Úr Jézus várására, de testvérek, akkor már késő lesz. Lehet van, akik azt fogják mondani, én is oda tartozok, én is oda jártam, csak éppen nem adtam át egészen a szívemet, a lelkemet az Úrnak. És sajnos fennáll ez a veszély,
ebben a várakozó időszakban, hogy elalszunk, és a fontos dolgok, azaz az Úr Jézusnak a személye és a küldetése, az csak másodlagos lesz számunkra. Nem foglalkozunk annyira vele. És az Úr ma arra hív, hogy legyünk okosak, ne legyünk balgák, és azzal foglalkozzunk, arra fókuszáljunk, az legyen igazán fontos számunkra, ami az utolsó nap lényeges lesz. A sok tennivaló között meg ne feledkezzünk a küldetésünkről, hogy tegyetek tanítványokká minden népeket. Hogy legyünk tanítványai az Úrnak. A várakozásnak, testvérek, próbája van. És jó az arány, 50-50 százalék. Fele balga vagy bolond, fele meg okos. Sajnos olyan időket élünk, testvérek, hogy annyi minden a figyelmünket, az energiánkat kívánja, és az Úr ezért adta ezeket az ígéket, és ezért van az adventnek az ideje, hogy újból helyes dolgokra fókuszáljunk, helyes dolgokra tegyük a hangsúlyt, a lelki dolgokra. Ugye az, hogy mi ez az olaj, ami elfogyott a szűzeknek a lámpájából, a teológusok erről vitatkoznak mai napig. Van, akik azt mondják, hogy elfogyott a Szent Lélek az életükből, és hát emiatt nem jutottak be Isten országába. Van, akik azt mondják, hogy az olaj az nem a Szent Lélek, hanem az éberségnek a megnyilvánulása. Én inkább most arról szeretnék a testvéreknek beszélni az olaj kapcsán. Mi az, ami ott kell legyen az életünkben? Mi az, ami elhasználódik? Mi az, amit újra kell tölteni? Mi az, ami segít bennünket, hogy újból világítson a mi életünk? Mi az, ami energiát szolgáltat az életünkben? Először is, testvérek, én úgy hiszem, ami fényt hoz ma az életünkbe, és ahogyan kell várjuk az Urat, az maga az imádság. Az imádkozás. Ez ad igazi fényt a hívő életében. Ez hoz igazi fényt. És hogyha nincs komoly ima életünk, testvérek, akkor a sötétségbe tapogatózunk. Az, hogy lehet darálgatunk egy-egy imát, mert lehet ilyen is van közbe-közbe, annak nincsen nagy fénye. Annak a fényénél nem fog meglátszani az Úr Jézusnak a személyisége, az ő szépsége, hanem a komoly, odaszánt, ima életre vágyik az Isten. Azt mondja az ige, úgy fényik a ti világosságotok, ugye az emberek előtt, hogy meglássák azt a ti jó cselekedeteitekben. És erre lettünk elhívva, hogy árasszuk az Isten fényét, de ha nincs bensőséges, kapcsolatteremtő ima életünk, testvérek, nem tudunk világítani. Az, ami olajat, ami fényt hoz az életünkben, az az imádság, és az imádságnak az ereje. És újra kell töltődjünk. És most Bandi testvér jut eszembe, ő szokta itt hangsúlyozni a gyülekezetbe az imádságnak, a bőtnek a fontosságát. És szokta említeni az, ami Kecskeméten elhangzott, hogy a gyülekezetnek a kazánháza az imádkozóknak akik összegyűlnek, az imádkozó emberek. És akkor van meleg egy gyülekezetben, hogyha vannak olyan emberek, akik kitartóan, szívből, lelkesen imádkoznak. És ha szeretnénk azt, testvérek, hogy legyen olajunk, legyen fényünk, fontos, hogy az imádságra nagyobb hangsúlyt tegyünk. És hogy említettem, van az a fajta ima, hogy elmondunk valamit, imádkoztunk, de van az a fajta ima, amikor találkozunk az Úrral, amikor a Szentlélek betölt bennünket, amelynek van ereje, amelynek van melege, és az Úr erre vágyik, hogy erre ilyen imádkozó emberek legyünk. Tehát az Úr segítsen bennünket, hogy a várakozás közben éltessen bennünket az imádság, és erre tegyünk nagy hangsúlyt a következő időszakban is. Aztán a másik dolog, testvérek, ami fogyó az életünkben, és újra kell tölteni, fényt hoz, az pedig az ígének, én így mondom, az ígének az olaja.
Nem elég az, hogy olvastuk az ígét ezelőtt egy hónappal, hanem újból és újból a lámpás meg kell tölteni ígével. És az a veszély áll fenn, hogy talán az íge az nem válik, nem ad fényt, ugye, se nekünk, se másoknak. Éppen ezért fontos az, hogy ne csak úgy a napi adagot bevesszük, elolvassuk az ígét, hanem az Úr arra bátorít bennünket, hogy az ígét úgy olvassuk, mint Istennek a beszédét, amelyből üzenetet várunk, vezettetést, fenyítést, vagy lehet, hogy bátorítást. És ha ott van ez bennünk, akkor az Úr fogadni üzenetet, és ad számunkra olyan gondolatokat, amelyek segítenek abban, hogy a nehézségeken túl tudjunk menni. Testvérek, nem lehet fényünk annélkül, hogy az igével nem foglalkozunk. Hogy az igét nem vesszük a kezünkbe. Hogy nem tanulmányozzuk azt. És az Úr ma arra bátorít bennünket, ha szeretnénk őt várni, úgyhogy van olaj a lámpásunkban, akkor nyissuk meg a Bibliánkat. Töltsünk időt az igével. Olvassuk az igét. Elmélkedjünk, beszélgessünk egymás között, ugye az ígéről, az ígének az üzenetéről. Ez fogadni fényt, ez fogadni változást. És aztán a harmadik dolog, testvérek, amire hív bennünket az Úr, és ami szintén fogy az életünkben, azt mondja az Úr Jézus, eledelem, hogy cselekedjem annak akaratát, aki elküldött engem. Testvérek, nagyon fontos, hogy a szolgálat készsége valóságos legyen az életünkben. Az emberek közötti szolgálat, gyülekezet fele való szolgálat erősít bennünket. Ennek fénye van, ebből táplálkoznak mások. Miközben mi szolgálunk másoknak, testvérek, mi is kapunk ebből. És testvérek, meg vagyok győződve arról, hogy sokszor azért nincsen erőnk vagy fényünk, mert nem szolgálunk, hanem csak fogyasztunk. Ha valaki szolgál, szolgálat közben az Úr betölti, ad neki erőt, ad neki lelkesedést, és ezzel is kell töltsük a lámpákat, szolgálni az Istennek. Tehát kérdezzem meg, végzel-e valamilyen szolgálatot az emberek fele? Ez a várakozás, amire lettünk elhívva, ez nem egy olyan várakozás, ahol toporgunk egy helybe, és akkor na, hadd lássuk, mi fog történni, mikor jön vissza, hanem ez egy aktív várakozás. Amikor, hogy Pál apostol is tette, ugye, szolgált, ha börtönbe volt, ha szabadba volt, azon elmélkedett, azon törte magát, hogy tudna adni másoknak, hogy tudná terjeszteni az evangéliumot, és ő ezt készen tartotta őt, Pál apostol. És bennünket is azt tart készen, hogyha szolgálatban benne vagyunk. Nem csak ez, de ez is. Önmagában a szolgálat nem elég, de van imádkozás, van igével való foglalkozás és üzenet, akkor a szolgálat, ugye az nem csak táplálékot veszünk magunkhoz, hanem erőt fejtünk ki, és ezáltal a fényünk és az erőnk az még inkább megnyilvánul. És az Úr arra hívott el, hogy ezeknek a fényénél terjesszük Krisztusnak a szépségét és nagyságát. Legyen elmélyült ima életünk, legyen élő ígénk, legyen valós szolgálatunk, legyen tele a lámpánk olajjal, és világítsunk másoknak. Mi van, testvérem, a lámpásodban? Az ima, az imádkozásnak az olaja hogy áll? És az ígének az olaja, az élő ígének az olaja. A szolgálat ég vagy pislákol benned. Adunk fényjeleket, testvérek, Isten fele, az emberek fele. Mert eljön az Úr, és ezt fogja nézni. Hol vannak fényjelek? Hol vannak imádkozó emberek? Hol vannak olyan, akik követték őt, akik szerették az Urat, akik szerették az ő ígéjét? 13. versben azt olvassuk, vigyázzatok, mert sem a napot, sem az óráját nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Legyen tele, testvérek, a lámpásunk. És az igének ne csak hallgatói, hanem igaz megtartói legyünk. Szánjuk oda magunkat az imára, az igeolvasásra és a szolgálatra, és hiszem azt,
hogy az Úr az ő dicsőségét kiárasztja közöttünk. Amen.